Az elmúlt egy hónap intenzív rendőrségi intézkedéseinek köszönhetően nemigen érkeztek nagyobb migráns csoportok szabadkára a Maghetesi erdőbe. A napokban viszont ismét megjelentek a taxisok, mondta az erdő alatt élő Sebők Ferenc nyugdíjas tanár. Vasárnap éjjel is, hétfőn este is, z-folyamán komoly csoportok jelentek meg, és komoly táskák a komoly fölszerelésekkel, tehát meglepően nagy csomagokkal jöttek. A tűz mellett melegedő migráns stábunkat megpillantva azonnal elindult az erdő mélye felé. A magyar határ mentén húzódó szabadkai erdősáv a kelebiai, maghetesi, radanováci és a palicsi tűzekbánya erdőt foglalja magába. Mindenütt rengeteg a szemét, amit valószínűleg a bevándorlók hagynak maguk mögött. Palicson általában a temetőnél teszik ki a taxisok, a migránsokat onnan mennek be az erdőbe. A migránsok általában Taxival érkeznek, tehát taxisok hozzák, a délután és az esti órákban. Hát bevásárolni járnak, rendszeresen, mindig úgy dél fél egy körül, és hát bevásárolnak és mennek vissza az erdőbe, az ő kis lakhelyükre. A szabadkai befogadóközpontban az illegális határátlépésre várakozó migránsok is általában bevásárlással töltik a kora délutáni órákat. Korábban itt gyakran 3-4 százan is tartózkodtak egyszerre, most sokkal kevesebben vannak. Továbbra sincsenek illegális migráns táborok a szabadkai befogadóközpont környékén, ezeket még korábban elbontották, és a migránsokat átszállították a szerbiai befogadóközpontok valamelyikébe. Megjelentek viszont a környéken a kóbor kutyák, hiszen a migránsok gyakran birkákat hoznak a befogadóközpontba, levágják őket, és elkészítik saját receptjük alapján. A tetemeket viszont ide a tópartra hozzák. Ezeket a tetemeket gyakran a kutyák széthúzzák, és belülük lakmák. A migránsok egyébként a szabadkai befogadóközpontban most nagyjából valamivel több mint százan vannak. Az illegális bevándorlók többsége csak saját hazájának nyelvét beszéli, így nehezen kommunikálnak bárkivel. I'm uh, from Morocco, and uh, I will be go to Spain. My is a befogadóközpont illetékesei kamerán kívül elmondták, hogy egyre több olyan marokkói migráns érkezik, akik franciául sem tudnak, annak ellenére, hogy Marokkóban a francia a hivatalos nyelv.